Hello mindenkinek, én vagyok a Hubkapi, és ez most egy újabb Overwatch tutorial videó, amiben az új Champion-t, azaz a Sombrát fogom nektek bemutatni. Kicsit az előzmény történetéről, annyit, hogy ez egy nagyon, de nagyon rossz tanuló volt, sorba kapta az egyesöket. De bevezették ezt az online naplót, hogy most már nem lehet kézzel fogni az ellenőrző könyvet, ezért ő kénytelen volt sok Google és YouTube videókat nézni, hogy megtanulja a hackerködés szakmáját. Ezt annyira sikeresen elsajátította, hogy a Pentagramba meg a NASA-nak is föltörte a szerverét, és átírta a jegyeit csupa ütűsre. Kicsit sem volt feltűnő, mert nagyon jó új személyi csináltatott meg minden. És akkor így bekerült az Overwatch ligába, mert szükség van egy hackerre, hacker lányra. Ugye általában a pasik jobb hackerök, de most itt egy lány van. Na szóval a Sombra így került be ide. Akkor a kicsit a képességeiről. Elsőnek is lehet látni, hogy egy uzija van. Egy sima uzija van, ugye a Tracernek kettője van. Ennek csak egyje van, és hogyan lő? Nyom a móz egyet, és lő. Lássátok, hogy eléggé sok golyó van benne, szám szerint 60. Lőszer tartalmaz ez a kis fegyver. Jó, nem kicsi, csak nekünk tűnik adnak. Oké, akkor ezt megbeszéltük. Akkor most a képességeit. Ha megnyomom a shift-t, akkor bekeni magát valami krémmel, ezt nem tudjuk pontosan mivel, és akkor ő láthatatlan lesz. Láthatatlanul lehet szaladgálni össze-vissza. De attól ő ugyanúgy damage-t elszenved. Hiába lesz, figyeljetek, láthatatlan. És lássátok, ugyanúgy damage-ülődtem. De felveszem a health pack-ot és nincsen baj. A következő, meg egy ilyen kis tuci, amit így dobunk, eldobunk, ez itt, egy rés nyitott a teleportba, egy rés nyitott a mezőn, és az azért jó, mert benyomjuk még egyszer, például elmegyünk ide, benyomjuk, kicsit edzünk, mundizunk, igaz, ma bicepszeztem, benyomom az ed, és nem történt semmi, na várjatok, de mert hamarabb kell benyomni, mert lejár, és figyeljetek, és oda teleportáltunk, ahova eldugtam. Igazából ez egy nagyon nem olyan jó képesség, de hát ez van, nézzük el. Tricinek sokkal jobb az elje, ugye. Akkor ez, hogy hackül, miben nyilvánul meg, van egy nagyon jó képessége. Figyeljétek, hogy mit tudunk csinálni. Ide megyünk, egy oldalt, és nyomom a mouse 2-t. És ilyenkor lesz egy ilyen fej. Ez az ellenséges robot meg van hackülve. És akkor így meg gyorsabban tudom ülni őt. De meg lehet a health pakkukat is hackülni. Ha meghackülöd, akkor neked több életelőt ad, nekik meg damage-ül. Mikor átmegy rajta, akkor nem az, hogy levesz, vagy tűlt, hanem nekik levesz, nekem meg tűlt. Ez nagyon jó, és lehet kumpúzni. Például nyomom a shift-öt, nyomom azért, ezt, és nyomom még egyet, és gyorsan ide is megyek. És mellő a móddalba. Ő még azt hiszi, hogy lent vagyok, de közben már fönt vagyok. Szóval ez egy elég jó. Ugye ez elsősorban ilyen tankosabb champion, ugye, mert van 200 élet elője, ez eléggé sok. De szokták a harcvonalba is használni, úgyhogy leteszik a pumpát hátra. Előre mennek, lőnek, szépen, és és már vissza is mentünk, és így nem tudják, hogy ki volt. És az útja, micsoda az útja, igazából ennek nagyon rossz az útja. Lehetett volna sokkal rosszabb, meg is mutatom, elnyom a kút, és egy ilyen izért, ilyen pajzs izért csinál itt, és így igazából semmi sem történt. Lehet, hogy nagyobbat timmit csinálok rajta, de hát szerintem ennek nagyon nem jó a képessége, az útja. Na mindegy, nézzük el, legalább van egy jó képesség a hackülködés. Igazából a Sombráról, a spanyol csajról ennyi lett volna a kis tutorial videó. Tapasztaljátok ki, hogy hun jó, hun nem jó. Legyetek minél jobbak, skillösebbek. Én voltam Hubkapi, sziasztok!